Hát nagyon szépen köszönöm. Nem akarok már feltartani, de tudom, hogy sokat dolgoztatok már meg mindenki. Tehát ez, hogyha ez ilyen... Ha ez nem volt... Nem... Nyugodtan kérdez, ha gondolod. Vagy... Ma már nem tudom sokat. Jó. Ja, egyébként tényleg, ez most így csak, hogy tegnap Kilián Zolival beszélgettem, és üdvözöl benneteket. Milyen Zoli? Bocsánat. Kilián Zoli, a korai örömös. Igen, mi is... Pajzs Miki úgy néz ki, hogy most is jelöltünk lesz a 22-es választáson ott a zenekarból, meg ők jöttek az idei táborunkba is föllépni a Zoli, a Kiliánék, úgyhogy köszi. Csak Miki hol lesz jelölt? Ő a Újpesten, 4. kerület. Aha. Tradicionálisan, tehát 18-ban is ott volt jelölt, ott nem nyert, úgyhogy mondjuk. De csak hogy megkerestük azt a részt, amilyen semmi közel a Pajzs Mikinek, és akkor így ott még nem ismerik, úgyhogy megpróbáljuk ott elindítani. De volt egyébként azért szavazat? Tehát van valami esély? Vagy... A Mikinek? Igen. Elrontottuk, és szerintem nem jöttek össze az aláírások. Szerintem neki végül megcsináltuk, a Brutinak nem sikerült. Vagy pont, hogy meglett, pont, hogy nem. Hát, ilyen utolsó napokban. Akkor összejött, akkor gondolom megkapta azt a szokásos ilyen 3%-ot, amit neki 18-ban. Neki a kampány eseménye is, neki összegyűjtöttük. Igen. Na látod, azt sem tudjuk, hogy kinek gyűjtöttük össze az aláírásokat. De akkor szerint a Mikinek igen. És neki volt is egy kampányeseménye, de szerintem az Pécsen volt. Nem, itt volt az új, és de ment teázni Pécsre valami helyre, nem? Az egy másik projektje volt, hogy ő majd Pécsen nyit egy teázó. Minden részben azért ő Pécsen kampányolt. De Pécsen is járnak újpestiek, ha nem is sok, de nekünk minden újpesti fontos, ugye azok is, akik Pécsen vannak. Úgyhogy erre hegyeztük ki a kampányt, igazság. Ingyen sört osztott, de ezt Újpesten végül. Tárt a Pécsen akar, de azt hiszem nem jött össze. Én még arra emlékszem, amikor Szegeden csináltattak ezeket a kis ragaszokat, azon volt ez, hogy mit tudom én, autók, hogy is? Tehát, hogy... Volt az autók az emberek ellen egyesület. Autók az emberek ellen. Igen. És akkor még senki nem tudta, hogy ki ez, meg mi ez, és akkor megjelent a kutya, akkor ez, kik lehetnek ezek, és aztán jött az, hogy kutyapárt, és aztán utána meg igazi párt. Szóval azért van ennek azért egy genezise, és szerintem ez egy nagyon pozitív üzenet ennek az országnak, és ennek a lakosságnak, és akik ezt a videót esetleg megnézik, hogy igenis lehet úgy, hogyha az ember nagyon szorgalmasan csinálja a hülyeséget, mert azt mondják, hogy a hülyeségben nem lehet megélni, de ezt mondta Lár András is, hogy neki ezt mondta a tanárnénia, hogy a hülyeségből fiam nem lehet megélni. Tessék, itt vagyok. Tehát, hogy tulajdonképpen azért van remény. Tehát a legsötétebb, legreménytelennek tűnő helyzetben is az ember, hogyha, szóval nem vagyok ez a fejben dől el Duma híve, sőt, nagyon utálom ezt a Dumát a fejben dőle, de hogy tulajdonképpen a külső dolgokat nem tudjuk megváltoztatni, de hogy hogyan állunk hozzájuk, azt viszont rajtunk áll. És ez szerintem nagyon sokat jelent, és ebben ti nagyon sokat segítetek az embereknek, én azt gondolom. Hát én nekem tényleg az elején ezt így, az elején azért a kutyapártot így az első 10 évben azért nagyon kevesen csináltuk, ilyen haverok, vagy nem tudom, tényleg nem volt ez így meghirdetve, hogy lehet jönni, és akkor csináljátok, vagy nem tudom. Ettől függetlenül persze tettek ki emberek plakátokat más városokban, meg lehetett tölteni a nyomdai anyagokat, és akkor aki magától gondolt, azt terjesztette. És hát igen, így 2016-ra jutottunk el oda, hogy akkor így nézzük meg, hogy akkor... Tehát nekem igazából onnantól van az, hogy valami fajta ilyen, nem tudom, hogy fogalmazok, felelősséget érzek ebben a dologban, hogy amikor jön hozzád sok ember, és ez tényleg több ezer ember, aki hozzád jön, hogy akarna valamit csinálni, hogy akkor próbáljuk meg együtt kitalálni, hogy mi az, amit ő is szívesen csinál, amitől ez a város is jobban fog kinézni, vagy legalább viccesebb lesz valamilyen szörnyűség,
stb. És azóta tényleg már túracsoportunk van, meg balett részlegünk van, akik így, nem tudom, ilyen, amikor éppen szidják a melegeket a Magyar Hillabba, akkor elmennek oda balettoszni, vagy nem tudom. Szóval nagyon, nagyon sokféle dolog lett. De az tény, hogy ezt a szervezést azért ezt lehetne jobban csinálni. És ami engem zavar egyébként ma, hogy tudom, hogy tök sok ember, aki jelentkezett hozzánk, azzal, ez hülye szó, de hogy nem kezdtünk semmit, tehát hogy nincs abban a városban olyan helyi szervezet, tudod, aki ezt tudna ő csatlakozni, magától azért kevés ember kezd el valamit tenni feltétlenül, de ha már valaki megszervezi, és itt most a szervezés alatt tényleg nem valami hatalmas dolgot értek, tehát egy négy szín festést leszervezni, az ugye abból áll, hogy találsz egy helyszínt, kiírsz egy időpontot, viszel oda ecsetet meg festéket, és a végén hazaviszed a maradék ecsetet meg festéket, meg csinálsz egy fotót. Tehát tényleg nem az, hogy szervező, ez nem valami menedzseri dolog. És hogy ezt szeretnénk egyébként most pont így hétfőn elkezdjük azt, sokan jelentkeztek, hogy ebben segítenek, hogy tényleg felhívjuk azt, tehát hozzánk kb. 15 ezer ember jelentkezett az elmúlt években, aki ő maga, tehát aki kitöltötte a passzivista formot, vagy a kampányban jelentkezett, stb. Nyilván ezek közül sokat ismerünk, meg sokak már csináltak valamit, de biztos, hogy nem mindenki. És pont most szeretnénk elkezdeni ezt a mellett, hogy most akkor fel fogjuk hívni ezt a 15 ezer embert, hogy akkor cső, tök jó, hogy jelentkeztél, akkor most éppen hol vagy, éppen mit szeretnél csinálni, ne adj Isten, szerveznél is valamit, stb. És akkor ebből szerintem ennél sokkal többet is ki lehet hozni, hogyha ez a része egy kicsit normálisabban van, de az is egy tény, hogy az elmúlt másfél évben eléggé elvesztünk a helyi dolgokban, a Szuzi Ferencvárosban, én itt a 12. kerületben, de hogy igen, most valószínűleg ezzel kell többet foglalkozunk. Nekem erre hál' Istennek lesz időm, a Szuzinek nem lesz, mert ő meg dolgozik napi 12 órát Ferencvárosban. De én majd osztódok, és akkor. Hát igen, 13 millió magyar lesz. Igen. Egyébként most ez azért olyan jó érzése hallgattam, mert hogyha most véletlenül mondjuk ezt a videót megnézi egy olyan ember, aki mondjuk szimpatizál a komoly politikával, az úgynevezett komolynak mondott politikával, akkor egy kicsit hátradőlhet, és azt mondta, hogy ja, nem kell ezektől félni. Hát érted, szóval ez nagyon jó, és egyébként így kell kihúzni a méregfogát, tehát hogy ugye szokták mondani ilyen keresztény szóhasználatban, hogy az ördög is ugye azzal tudja az embert leginkább becserkészni, hogyha úgy csinál, mintha ő nem is lenne, vagy nem is kísértene, aztán úgy, egyszer csak hopp, ugye? Tehát, úgyhogy, de ezt már nem kell meghallaniuk nekik is, hanem szóval most ti csak nézzetek csak ki ilyen szerencsétlenkedő társaságnak, akik nem tudnak azokkal sem mit kezdeni, akik hozzájuk jelentkeztek, nincsen listájuk, vagy mit tudom én, jaj, ezek csak bohóckodnak, aztán csak ott lesz a kétharmad, ugye? Már nagyot néz mindenki. És bent ülnek majd a 18-tól 92 évesek a parlamentben, igen. Igen. De egyébként, amit mondta, nekem tök tetszett az ötlet, tehát, hogy azt mondani, hogyha bejutunk a parlamentbe, akkor ha nem is az összes helyet, de hogy mondjuk akár egy vagy két, vagy valamennyi helyet tényleg akár kisorsolni, így emberek között, így tök random, az szerintem ilyen, és ezt mondjuk két havonta cserélgetni, vagy nem tudom, úgyis megunja az alatt, az alatt a meggazdagszik két hónap alatt, tehát igen. Tehát utána már tud mással foglalkozni, megunja a olcsó menzát a parlamentben. Szóval ez egyébként szerintem tök laza lenne, hogy ilyen random embereket így berakni, hogy jó napot, most megszavaztuk őlet, kiúszuk őlet a képviselő, tudod, és akkor, na jó, amit valószínűleg el tudná végezni ezt a munkát, amit így a parlamentben szükséges. Főleg, hogy nem is járnak be, nem? Ezek a mai napig ilyen érthetetlen dolog, hogy amikor nézzük ezeket a parlamenti közvetítéseket, biztos, tehát, hogy a, mit tudom, 20%-a ül be? Tudsz nézni ilyen? Nem, de hogy a, nyilván nem, de a,
híradóba beszokták vágni. Te tudsz nézni híradót? Igen, néha megpróbálom. És hogy alig vannak ezek az emberek a parlamentben, ami annyira fura, hogy basszus, érted? Megválasztották őt az ország, mégiscsak a bizonyos értelemben a felső 200 ember közé. Ez nem napi 8 óra munka, nem kéne bennülni minden nap 8 órát. Néha van egy ilyen ülés, és basszus, nem mennek oda. Ez nekem annyira fura, hogy akkor tényleg miért? Tehát, hogy mi a motiváció? És azért ezek az emberek, lássuk be, nem a többsége nem a magas parlamenti fizetéséből él, nem az a lényeg, nekik az 1 millió forint az nem olyan sok, tehát még csak a pénzért se, és aztán oda sem megy. És hogy akkor így mi a célja, vagy mi az értelme ennek, vagy nem is tudom, ilyen. Valószínűleg ugye az egyetlen munkájában nem kell bejárni, hát hét után rúgnának ki bárhonnan, ha nem mész be. Amúgy nagyon vicces, mert az önkormányzatban ott az van a képviselőknél, ott erre van egy paragrafus, ami azt mondja, hogy tehát évente legalább egyszer meg kell jelenni a testületi ülésen, és ha egy évig nem mész be, akkor új választás van, de hogy tehát az az elvárás, hogy évente egyszer legyél ott. De akkor se kell végig, tehát fél órát bemész, vagy tudod, valamilyen minimálba. Tehát egy ilyen nagyon szürreális, tényleg, hogyha bármilyen munkahelyen összehasonlítod, akkor azért így nagyon-nagyon különös elvárások vannak a politikusainkkal kapcsolatban. Nem muszáj neki a sajtóval szóba állni, meg az ilyesmi. Ja, igen. Igen, tehát egy miniszterelnök megteheti, hogy az ország egyik felének a sajtójának nem nyilatkozik. Ez mi? Vagy nem tudom. Tehát, hogy ez ilyen... Hát ez ilyen Oroszország, ja. Igen. De szerintem most nem a kérdésedre válaszoltunk, mert nem tudom, volt a kérdésed. De én hiszom a szavaitokat, de komolyan, mert csak egyáltalán az, hogy itt látok, és most ez nem a tévé, hanem velem beszélgettek. Ez nekem egy olyan élmény, szóval most tényleg ilyen... Szóval, nekem ez a pandémia egyébként most már egy ilyen kánon. Ez elejét nagyon rosszul viseltem, de most az, hogy így például így lehet egy emberekkel találkozni, mint ezt a Zoom-ot adom, hogyha felfedeztem, ez nagyon-nagyon-nagyon zsír. Tehát olyan jókat beszélgetek egy emberek. Én is tudok, hogy látlak, mert még telefonon azért beszéltünk párszor, még Rósáni Kötéka. Igen. Nem is, a Rósáni Katéka pályázat. Sosem tudtam kimondani, mindig próbáltam kiolvasni, de nem sikerült. Na gyerünk, gyakorolj. Rósáni Katéka. Igen, de már most nem ezt csináljuk, mert ugye ez a kampánypénztékozlás, most már Rósáni Kötéka volt, ami a sima közpénztékozlás. Na, közpénztékozlás. Igen. Na, és akkor tényleg mi ugye itt nyertünk egy támogatást, de viszont ugye aztán nem vettük igénybe magát a pénzt, mert írtam is, hogy láttam, olyan jó projektek voltak, amik indultak, és mondtam, hogy inkább ott, mert itt úgyis megcsináltuk, és tényleg hat napon át itt minden este koncertek, és nagyon jó volt. Igen, hallom, hogy szuper volt. Húztokat, így méltóképpen megünnepeltük rendesen. És ezen voltak a Tasi Csabiék is, a Grabanc? Sajnos, akkor erre nem tudtak eljönni, mert korábban voltak, 2017-ben voltak itt, akkor ősszel. Ők a reformáció 500 keretében voltak, meg a korai transmission is. Reformáció 500 keretében voltak nálunk. Ez a Köves Dimiki volt stand-up-on. És Köves Dimiki volt igen, a Woodstock utolsó estén stand-up-olni. Hozott magával ilyen sorosos pénzeket is. Én hülye, megettettem egy könyvbe az egyiket, és így rá egy évre, így itt én nézem, mondom, úristen, te 10 000-es, ezt kihagyta itt. Teljesen elfekte, és akkor néztem meg, hogy az mi. Hát volt több ilyen sztori egyébként, mert tudod, mi ebből az elég sokat szétosztogattunk, de tényleg ilyen 100 000-et, vagy nem tudom, tehát tényleg iszonyat mennyiséget.
És ugye, elkezdtük árulni, és akkor ez egy elég szürreális dolog volt, amikor ugye pénzt árulsz végül is. Vették, tök sokat kerestünk rajta, és akkor úgy ért, és akkor voltak ilyen sztorik, igen, hogy a nem mindig happy enddel végződtek, tehát hogy valaki tényleg ezzel fizetett, és elfogadták, és stb. És aztán úgy ért véget a történet, amikor az állami számvevőszéknek le kellett adnunk a kampány számlákat, meg a beszámolót, akkor a pénzügyesünk, a Tasi Csabi, akit akkor ismersz a Grabancból talán, ugye az állami számvevőszék az egy ilyen nagy gonosz szörny, akinek egy célja van, hogy téged megsemmisítsen, és de nem válaszol az e-mailedre, telefonra, nem tudsz vele beszélni, de ír neked, és így bántani akar. És a Tasi Csabi belerakott egy ilyen sorosos 10 000-est ebbe a beszámolót tartalmazó borítékba, és akkor ugye, hát akkor fel is jelentettek minket, vagy hát először elküldték a Nemzeti Banknak, hogy pénzhamisítás, de ők mondták, hogy ez a nem megfelelő pénzutánzat készítése, mert hát pedig szerintem tök megfelelő volt, de hogy mindez nem megfelelő. És akkor a NAV foglalkozott a dologgal, be kellett mennem, ugye az ember nem szívesen megy a NAV-nak a szabálysértési, nem tudom, osztályára. Csodálatos emberek voltak, hogy ez a pénz, ez kurva jó, hát ez tök jó, megcsináltátok, és elolvastam a kisbetűt, az is milyen vicces, hogy ez hogy meg, de végül megbüntettek 100 000 forintra, de igazából nem is az volt a lényeg, hanem azt mondták, hogy ne nagyon merjük ezt árulni, mert akkor hát rossz vége lesz. Viszont azóta azt így láttuk, hogy Vaterán elkezdték árulni többen is ugye a tőlünk ingyen kapott soros pénzeket, vagy olcsón megvett pénzeket, és ha a 20 000-esnél nem is, de a 500-asnál megtörtént az a csoda, hogy sikerült a forint árfolyamát fölül, tehát megelőznünk, tehát simán 800 forintot kértek egy soros pénzes 500-asért a Vaterán, ami szerintem menő, hogy így akkor már ez már többet ér, mint a forint végül is, tehát ez egy ilyen van, tehát beváltható, úgymond, konvertibilis, ahogy a szokták mondani, ez tényleg egy ilyen 500-800-at ért, tehát akkor az árfolyama a forinthoz képest 1,6, vagy nem tudom, hogy mi a... A teljes sorozatok nem még jobbak, ezek az arányok. Ja, igen, igen. Igen, igen, mondjuk gondolom, hogy 10 000-esen nem adnának 16 000 forintot. De szerintem most már igen, mert most már jó ideje nem áruljuk. Ugye, próbáljuk ki, tegyük fel Vaterára, azt meglátjuk, hogy mi történik. Igen, nem tudom. Nem tudom. De igen, hát 500-as téri meg árulni valóban. Bár a bekerülési költség viszonylag hasonló nálunk, mint a 20 000-es, de azért az jobb poén, hogy többért veszik meg, mint amelyik mi ráírtunk ezekre a összegekre. Ez amúgy a Szuzinak az ötlete volt, hogy csináljuk meg ezeket a pénzeket, és aztán a grafikusunk, az Ország Tibi rakta össze. Ja, igen. De tényleg most nem tudom megnézni pontosan, de 5 millió forintot biztos, hogy kerestünk a soros pénzek árusításával. És abban nem nekem lett fürdőszoba felújításom, ez benne a szemétség, hanem össze-vissza festettünk belőle, de nem tudom. Ez mindig a hülyeség, ez a borzasztó egyébként, hogy egy kéne egy kis összeszedettség. Igen. Ha most is hogy áll a frizurát? Hát most ez is például... Túlcsminiszter úr, hát ez is, hát miért most ilyen ziláltan, érted? Hát nem beszél komolyan. Azért kapcsoltam le a villanyt, hogy próbáljam ezt kicsit így sötétség homályába helyezni. De, ha már ti sem vagytok komolyan vehetők, akkor hova jutunk? Komolyan vehetők vagyunk, csak nem annyira szépek. Én üldözője vagyok a két farkú kutya pártnak. 4 éve üldözlek, mert akkor akartalak már meghívni, tudod, a reformációi dologra, csak aztán akkor a pont, amikor, igen, már ki is volt tűzve a nap. Ami volt, igen. Csináltam is már ezért ilyen plakátot, meg mindent, és akkor ezt előző este hívtál, hogy mit tudom, hogy belázasodtál, vagy nem tudom, mi volt, vagy ilyesmi. Pedig ott a remek
programokat csináltam. Saját képeiből csináltam kiállítást. De figyelj, amúgy nem tudom, nyáron szerintem tök szívesen lemegyünk, mert úgyis most az egész nyarat azzal fogjuk tölteni, hogy mászkálunk mindenféle városokba. Ja, és akkor szerintem tök szívesen lemegyünk oda is. Hát figyelj, mi arra gondoltunk, hogy tehát nekünk muszáj most menni tényleg annyi helyre, amennyire csak bírunk. Most bevallom, azért hülye hangzik, hogy nekem nem is a választás miatt, szóval nekem nem a választás igazából a fontos, hanem, hogy tényleg csináljunk sok helyen ilyen dolgokat. És akkor annyi a terv, hogy akkor majd találkozunk parkokba, érted? Most egy jobb idő van, le lehet ülni 15-20 egy parkba, messzebb ülünk maszkba, szerintem ez belefér. Vagy nem tudom, aki meg beteg vagy fél, az meg majd nem jön el, de hogy ja, tehát muszáj ezeket most megcsinálni idén. És szerintem, amikor tényleg már 15 fok van, hát most basszus lehet találkozni emberekkel, érted? Meg egyébként én is, én a 12. kerületi passzivista találkozókat és ilyen lakásokba tartom, vagy online, tehát valamilyen formában lehet. Csak azért az jobb személyesen, mint szerintem, mint így. Na jó, persze, hát, hogyha mondjuk ott laktok egy városban, akkor nyilván az embernek megvan az a természetes igénye. De nekem ez az kurva jó, érted, hogy most soproni emberrel, meg mit tudom én, helyőkeresztül, tényleg te ismeretek a KIP programot, ugye, a Kovácsné Nagyemese, a helyőkeresztúri iskolának az igazgatója. Most Én voltam ott, én találkoztam ők, Mert szerintem az nem tudom, hát neked mi a véleményed volt, de én így azért ezerrel próbálom így tudatosítani, meg propagálni, meg mit tudom. Jó, hát mint hogyha én tudnék ilyet csinálni, van 128 feliratkozom a YouTube-on, kurva nagy vízi nyilvánosság vagyok. Nem, hajrá, kevesen ismerik még mindig szerintem. Igen, tehát azért, mert tényleg is, hogy meghívtam őt is a reformációs erőt, és akkor, meg most is csináltam egy beszélgetést, és akkor már mondta, hogy már ugye 1000 körül vannak az iskolák, csak hát az a baj, hogy nagyon sok helyen ezt nem veszik komolyan, tehát nem értik, hogy mi a lényege. Pedig hát ott van helyük először, és azt mondja, hogy minden cigány gyerek tovább tanul, nincsen 16 éves hetedikes, és szóval megállják a helyük. De tök jót, amit csinálnak, én láttam ott közvetlenül diákjaikat is, tényleg szuper. Ami ehhez azért mindig kell, azért kell egy tantestület. Ugyanúgy, ahogy bármilyen oktatási törvény, most hozhatsz egy nagyon szart oktatási törvényt is, az se egyik napról a másikra tesz szarrá minden iskolát, mert ott a tanárok viszik úgyis a hátukon, akik szeretik a gyerekeket, azok jól fognak tanítani. Maguk is ki tudnak bármikor, hát most nem azt mondom, hogy egy olyan komplex dolgot, mint egy helyőkeresztúr, de igaziból éppen ez az, ott az Ambédkertben is elég reform dolgokat csináltunk, mondjuk az csak már középiskolai, tehát ott érettségire az sokkal nehezebb, amikor tényleg azokkal a hiányosságokkal, amiket egy rossz iskolában, rossz tanárokkal hoznak a srácok, onnan jutsz el oda, hogy 4-es, 5-ösre leérettségizik végül töriből, mert nem hülye, csak nem hátsópados volt és kész, és nem vitték sose osztálykirándulásra, meg ilyesmi. De legtöbbször ezek nem csodák, egyszerűen csak minden egyes rohadt órára föl kell készülni, minden egyes évben nem lehet ugyanazt elnyomni a következő 12-nek, vagy a következő osztálynak, mindenhol tök sajátos emberek van. Hát inkább az, hogy ehhez idő kell, tehát az, hogy ott van egy osztályod, nem is csak egy, amiben tanítasz, és ott mindenkire ugyanúgy tudjál figyelni, és vitt tovább, meg éppen a rá szabott dolgokat. Ehhez idő kell egy tanárnak, és akkor lehet azt mondani, hogy jó, hát itt a nyári szünet is a tanárnak, de nem, hát akkor meg táborba rohangál. Persze vannak olyan tanárok, akik nem, meg nem lehet őket rávenni, meg mondtam, hogy hát minden hétvégén is csinálunk táborokat, bent lakásos, ott az iskolában, olcsó, semmi, ott is tök sokat tudunk haladni, meg fejlődni, meg hol ez van, hol zsonglőrködésnek, hol médiának, hol ennek, annak, hol dökképzésnek hívjuk, de csináljuk, és minden energiát rakjunk bele, akkor azért engem is néha hülyének néztek, hogy tehát neki azért így erre már nincsen ideje, ezt is értem. Nyilván máshogy kéne ezt az egészet, de mondom, aki jó tanár, az jó tanár, és az ő diákjai tovább fognak tanulni, inkább az, hogy egy tantestület főként egy ilyen nehéz része, mint ahol helyőkeresztúr is, ez egy igazi kuriózum, hogy ők ezt végig tudták, és évek óta csinálják, úgyhogy szuper. De én erre egyébként tök emlékszem a szóval, hogy ez a jó tanár, meg rossz tanár, hogy tényleg, tehát hogy nekem is voltak olyan
jó tanáraim, ahol aki mondjuk kellően szigorú volt ahhoz, hogy ugye elérje, hogy te foglalkozz a dologgal, de hogy úgy hozta össze, hogy így kedved is legyen, és akkor nem tudom, például a történelem tanár az nálunk ilyen volt, és akkor ott így volt kedved így elolvasni, volt kedved tanulni, nem tudom. És akkor volt a két másik féle, ugye, aki nagyon szigorú, de így kurvára elveszi a kedvedet mindentől, és akkor oké, ilyen volt a földrajz, tényleg meg kellett tanulni, nem tudom, 20-valahány ország vaktérképét, óra nem emlékszem belőle a mai napig, meg volt a másik, aki meg ugye itt telibe szarja, hogy most így végül is így csinálsz-e valamit, vagy nem tudom, és akkor ott meg azért nem tanul semmit, de hogy hát az, hogy például én a gimibe melyik tantárból maradt meg bennem valamim, annak tényleg egy oka volt, hogy melyik tanár. Tehát nekem nem az volt, hogy engem érdekel a földrajz, vagy a töri, vagy a kémia, hanem basszus, voltak olyanok, ahol úgy csak összehozta, hogy végül is így megmaradt valami abból, amit ott tanultunk. És volt, ahol már divat lett kb., hogy nem tanulsz. Tehát, hogy a irodalom tanárunknál ott az volt a menő, ha nem olvasod el a kötelező olvasmányt, mert annyira hát nem volt szerethető a néni hölgy. És akkor igen, tehát ez ilyen, ez tök fura egyébként, hogy ezen múlik utána gyakorlatilag egész életre akár, hogy most mi fog téged érdekelni, mivel akarsz foglalkozni, ami nem is feltétlenül a te döntésed, hanem hogy kaptál egy embert, aki ezt így megnyitotta neked ezt a világot, és akkor azt mondta, hogy ez tök jó, tudod így. És van, ahol meg, és nyilván más, és nyilván egy fizikát talán nehezebb, mint egy törít, vagy nem tudom, de ez sem biztos, mert valószínűleg a fizikát is van tök jó kísérletek, mit tudom, tehát azt is lehet érdekesen csinálni. Nem, volt olyan fizikatanár, igaz, hogy ő Budapestről jött, és aztán el is, vissza is mentek a családjával, mert ő megköltözött Borsodba, hogy milyen jó lesz, aztán rájött, hogy így borzasztó helyre járnak, viszont az ő gyerekei általános iskolában, meg az ilyesmi, mert hogy visszamenekültek, de ő például hangfalat csinált a srácok a fizika órán, tudod, meg ilyen erősítő, pedig én már nem is tudom, de ilyen nagyon-nagyon imádták, még szakkörre is ment az összesért. Lehet, mindent lehet jól csinálni, ezek emberfüggő dolgok. Hát nyilván ezért szokták azt mondani, hogy meg kell fizetni a tanárokat, hogy a jó arcok az értelme, azok ott maradjanak a pályán, ne egy kényszer dolog legyen, hogy vagy ezért van az, amikor az Ószról éppen kiraktak már minket, de az egyik iskolának a tök jó fej igazgatója egyébként marhára ki volt égve, de a mosolyt nem láttam, sose az arcán, csak így vonzó, elgézve már teljesen, de ő például mondta, hogy hát az a legnagyobb baj itt, Szuzi, hogy az egyetlen értelmiség, ami a városban maradt, azok a tanárok, tehát az a legmagasabb szintű dolog, és hát nyilván nem olyan állapot, tehát nem volt egy olyan közeg, ami egy újra és újra új megoldás, jó, ez a hülye gyerekről lepattan ez, akkor próbálkozunk valami mással. Hát pont amitől a tanári pálya, egy értelmiségi pálya, hogy nem ugyanaz böfögöd vissza. Hát jó, nyilván aztán ez most az új oktatási törvény, ez meg pont azt is várja el, hogy október 12-én ugyanott tartsák Balassagyarmaton, Ózdon, meg Budapest 9. kerületében a tananyagot, de tök mindegy, hogy kikülnek ott. Hát jó, mert a másik, hogy most én nem tudom, hogy a állami szervek alkalmazottjainál ez mennyire működik, de például pont a tanároknál ilyen szelekció az így nincsen. Tehát ha neked megvan az a diplomád, tök mindegy, hogy te bénán tanítasz, érted, attól még simán lenyomhatod 70 éves korod, és senki nem fog soha kirúgni. Tehát nincs egy... Én rúgtam ki párat. Nincs ilyen, hogy hát tényleg már 4 éve senkit nem érdekel, amit mond, hát tényleg mindenki kettes kaptod, és attól még ott maradt, tehát hogy ez ilyen... Hát jó, de nekem se hitték az ambitkárba a tanárok, amikor azt mondtam, hogy ha fél évkor bukik az egész osztály, akkor nem az osztályt fogjuk lehülyézni, hanem akkor ő megy, mert akkor ezt nem tud. Minden segítséget megadok, minden módszert, ami mindent csinálhat, hazudhat a naplom, nagyon miatt nem mondtam, minden megengedett, de valami nem igaz, hogy nem tudja, tehát hogy valamit át kell adni a srácoknak, és azt kell számon kérni, amit el tudott adni. Nem hitték mindig el, de olyan tanárom is volt, mert ugye a pedagógiai vezető is voltam, nem csak tanítottam, fiatal srác, ugyanonnan származott, nem cigányként egyébként, mint a diákjai,
És ő azért egy értekezeten tényleg föltette azt a kérdést, hogy hát minek ezeknek a srácoknak érettségi, mi a francért küzdünk itt mi valójában, mert ugye a telepeken 1% alatt van az érettségizettek aránya, mert hát tényleg hát úgy se tud vele mit csinálni, úgyis nyilván közmunkás lesz, mit tudom én. És akkor tőle azért megkérdeztem ott a tantestőt értekezeten, de neked minek kellett az érettségi, ugyanitt laksz ebben a faluba, hát a következő félben már ő se volt ott, na mindegy, szóval voltak ilyenek. De átlagban nem ez van, igen, egy tantestületben, nem viszik magukkal a rossz tanárokat is. Hát most meg már az igazgatónak még ennyi joga sincs, hogy valamit csináljon. Na, hát ez nagyon szomorú téma. Ezt kívánc jókat rajöttünk egyébként, eddig. Pedig igazából olyan nagyon jó dolgokról beszélgetni nem nagyon lehet most. Tehát, hogyha ha annak bármi köze van a valósághoz, amiről beszél az ember, akkor ott nagyon sok vidámság nincsen. Tehát, de mégis valahogy ezért ilyen... Igen. Na jó, de ezelőtt 10 000 évvel se volt sokkal könnyebb az élet azért. Ezelőtt 100 évvel se volt annyira csodálatos minden. Mondjuk egyébként azt mondasz valamit. Tehát most, hogyha azt nézzük, hogy 1921, mondjuk ezt az évszámot. Most nem lennék a polgármester 21. Első diplomásként a családban, érted, odáig nem jutottam volna, körülbelül lenne. Nagyon-nagyon jó esetben 3 osztályom, de valószínűleg még írni, olvasni se tudnék. Úgyhogy nyilván lehet így nézni, hogy milyen szar most, de szóval azért máskor sem, hogy sokkal könnyebb. Tehát van azért egy fejlődés az emberiség történet. És egyébként én azért azt látom, hogy van egy csomó jó fej ember. Tehát szóval most én már most arra megyek rá, egyébként így lehet, hogy ez ilyen buborék stratégia, de én arra megyek most már rá, hogy én így azokat keresem, akikkel így, szóval így jól érzem magamat, meg mit tudom én. Jó, nyilván, tehát most nem az, hogy mindenkit lepattintok be, mondjuk annyira nem is keresnek engem, tehát szóval nem arról van szó, csak mondjuk azokat a helyzeteket azért igyekszem inkább kikerülni, amiből tudom, hogy nem jövök ki jól, meg ami szar, meg ami nyögvenyelős. Tehát... Én azt gondolom, hogy sokkal több jó arc van ebben az országban, mint rossz. Az lehet, hogy a hülyébek, a hangosabbak, de az, amikor mindenki, hogy jaj, mindenki, milyen hülye, milyen birkák, akkor azért ugye meg szoktam kezdeni, hogy és a te közvetlen haverjaid, azok hülyék, birkák, és nem akarnak csinálni semmit, vagy nem, de hát azért a haverjaim persze. És az ő haverjaim, és akkor kiderül, hogy basszus, azért így legtöbben azért akarunk valami jót, és nem a másik legyítása által. Szóval, hogy valójában azt hiszem, hogy ez is egy picit a kutyapártnak is a missziója, hogy nehogy már, nem csak mi vagyunk páran, akik normálisan gondolkozunk, hanem rohadt sokan. És szerintem a többség.